apám színész barátok társaságában létezett. A Maka és Anyi bácsi járt hozzánk sokat. Én ilyen kis, alig lógtam ki a földből, szerintem ilyen 5-6 éves lehettem, és azt mondta a Sanyi bácsi, ja, na jó van, szevasztok, felállok, mert megyek játszani. És akkor miért mondja ilyen szomorúan a Sanyi bácsi, hogy megy játszani? Hát olyan játszani a legjobb. Csak ez úgy megmaradt bennem. Hát meg nagyon sokat vágtam pofákat annak idején, meg twisteltem, és ezért aztán mondta apám, hogy hát akkor próbáljam én ki ezt profi módon. És nem gondolkoztam soha az önszínész akarok, mert lettem. Bár a Vágónelli egy zseniális jelmezt csinálta a macskák bemutatójára, de én kimentem az év szeptemberében, miután mi megelőztük annak idején a kontinens bemutatót a macskákkal, ugye a madárszínházról van szó. Én kimentem Bécsbe, és ott megláttam az eredeti macskák, és nagyon megtetszett a nyakörve az ottani macskának, és egy nagy T betű volt rajta. Annak idején én domborítottam ezt az R betűt, mert ugye nálunk nem Tagernek hívtak, hanem Rumlinak. Ezt bronzlapból domborítottam, domborítok alapáccsal, és még a szegecsek, amik most rajta vannak, ezek már pótlások, ezt már a színházban a ruhások csinálták. Én vartam egyébként übörből ezt az egészet, és még arra is emlékszem, hogy kúpos fogóra tekertem részdrótot, és abból csináltam meg ezeket a hegyes kiálló valamiket, amik ugye egy ilyen erős nyakörvek voltak. Tehát ez már lekopott róla. De hát ugye eltelt ez a nem is tudom hány év, 83 óta. A macskák második bemutatója Bécsben volt, és ott egy bécsi grafikus csinálta ezeket a grafikákat, és ezt a Theaterrender Wienben vettem. Majd mikor Lloyd Webber Magyarországra látogatott, pont a József és a színes szélesvásznot játszottuk neki, akkor az előadás után mentem és aláírtam vele, és úgy írta alá, hogy Magyarország Tagerjének. Mert ő ugye nem tudta, hogy rumli az mit jelent, csak emlékezett rám az előadásból. T.S. Eliot eleve úgy csinálta meg ezeket a macskaverseket, hogy egy emberről mintázta. Végül is az egész macskák ezért lett a mai napig világsiker, mert erről szól, hogy a különböző emberi karaktereket öltöztetnek be macskajelmezbe. Az életemnek abban az időszakában abszolút közel volt. Abszolút közel volt, mert én is egy ilyen rohangálós, ide-oda kapkodós pali voltam. Most már azért jóval nyugodtabb vagyok. A Madács Kamara mutatta be 85-ben, 85. december 31-én a Páratlan Páros című darabot. Kétszer is kaptunk rekordot, ugye ez a magyar Guinness rekord, ami elismert rekord. Én voltam az egyetlen, aki végigjátszottam az összes előadást ebben a szerepben. Itt ez a 30 éves diploma, amit azért kaptam, mert 30 éven keresztül Magyarországon még színész nem játszott ugyanazt a szerepet előadásban. Ez nem véletlenül lett az ország egyik legnagyobb sikere. Ez egy angol farcbohózat, ami egy olyan szerep, amiben a főhősnek ugye két felesége van, és ne derüljön ki, ezért én, az az én szerepem, egy albérlő, aki összevisz a kuszája szálakat. És hát hála Istennek ez az albérlő, ez kortalan, tehát ez lehet 70 éves, lehet 50 éves, lehet 40 éves. Ahogy a kor változott, úgy változott nálam is ez a figura. Tökéletesen meg vagyok békülve azzal, hogy akár itt is vége lehet az egésznek. Az az előadás szám, amit én idáig produkáltam, ezek a rekordok, ezeket nem lehet behozni. Én úgy szeretnék megöregedni, hogy én befejeztem a fiatal életemet a színpadon. Aztán, hogyha ad még a Jóisten nekem lehetőséget arra, hogy nagyon jó prózai szerepeket játszak, amik a koromhoz illenek, akkor természetesen csinálom tovább.